Mit tudhatunk az óvodai beíratásról mezőtúra vonatkozóan? Az óvodás korú gyermekek beiratkozása a 2016-17-es nevelési évre vonatkozóan. Április 20-án, 21-én és 22-én fog lenni a Mezőtúrvárosi Intézmények óvodáit érintően. A beíratás helye az Rinyúti Csodavár óvoda. Az Rinyúti egy szám alatt található az ideje 8 órától 17 óráig minden nap. Én nagyon sok szeretettel várjuk erre a beiratkozásra a szülőket, és természetesen a gyerekeket. A beiratkozáshoz különböző dokumentum bemutatása szükséges. Itt nagyon fontos megjegyeznem, hogy a szülő hozza magával a gyermeke és a saját személyigazolványát, illetve a személy azonosító igazolványát, illetve nagyon fontos a lakcímkártya, amit szintén szeretnénk kérni, hogy hozzák el. A beiratást megelőzően több programmal is várják majd a gyermekeket, illetve a szüleiket. Igen, ez az első programunk március 23-án lesz, este 17 órakor, amely egy tájékoztató szülői értekezlet lesz. Szeretnénk a szülőket meghívni erre a programra, hiszen itt találkozhatnak majd a leendő kiscsoportos óvodapedagógusokkal, illetve itt találkozhatnak azokkal a felnőttekkel, akik még segítik az a csoportok munkáját. Természetesen ezen a megbeszélésen, ezen a tájékoztatón minden szülő hallhatja az óvodákat, érintően a különböző programjaikat, illetve a sajátosságaikat, illetve azokat a lehetőségeket, amit minden óvoda esetleg kínál a gyermekek számára. Az óvodák, mint tudjuk, a város különböző pontjain találhatóak, ezért a, a szülőknek tudunk biztosítani a lakóhelyhez közeli ellátást, illetve elhelyezést. Ezen túl milyen programok várhatóak még a közeljövőben? Szeretnénk a szülők választását megkönnyíteni, és egy óvodanyitogató program sorozatot indítunk el, hiszen a szülők számára ez az időszak nem könnyű, hiszen a gyermekeik valószínű első közösségébe fog kerülni, és ilyenkor a szülő aggodalommal figyeli, illetve nézi azokat a lehetőségeket, hogy melyik a gyermeke számára a legjobb. Szeretnénk ezt megkönnyíteni, és óvodanyitogató programunkkal segíteni. Az első program az a március 31-én kezdődik, és a Mesekert és a Harmas Csepp óvoda nyitja ezt a programsorozatot. Utána a többi óvoda is természetesen lehetőséget biztosít majd a szülők és a gyermekek számára az óvodák megismerésében. Ebben a programsorozatban természetesen lehetőséget a délelőtti nyílt óvodai foglalkozások, tevékenységek betekintésébe, illetve több alkalommal a délutáni játékra. Itt már természetesen a szülők a gyermekeikkel együtt jöhetnek az óvodákba, és több napon keresztül ismerkedhetnek az óvoda sajátosságaival. Ezeken a programokon személyesen is találkozhatnak az óvodapedagógusokkal, kérdezhetnek, tagintézményvezetők tájékoztatást nyújtanak részletesen az óvoda ö, sajátosságairól, illetve természetesen az óvoda pedagógiai programjáról. Arról, mit tudhatunk, hogy hány évesnek kell lennie egy gyermeknek, hogyha szeptembertől óvodás szeretne lenni? A törvényi kötelezettség a augusztus 31-ig három évet betöltött gyermekekre vonatkozik, tehát ezeknek a gyermekeknek kötelező a beíratás, illetve az óvodába járás szeptember elsejétől. Két és fél éves kortól már lehetőség van az óvodába való beíratkozásra. Fontos az, hogy szeptembertől a következő év augusztus 31-ig két és fél és három év Betöltött gyerekek vonatkozásában is be kell iratkozni most április 20-án, 21-én és 22-én, ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az, az óvodában a férőhelyet. Természetesen lesznek olyan szülők, akik évközben fogják elhatározni, hogy visszamennek dolgozni, és bizony lehet, hogy nagy gondot jelent a két és fél éves kisgyermek vagy a három éves kisgyermek elhelyezése. Ebben az esetben azért fontos, hogy beiratkozzanak, mert csak ilyen, így tudjuk biztosítani kellően az óvodai férőhelyet a gyermekek számára különböző szóróanyagok is készültek, amelyen megjelennek az időpontok az elkövetkezendő időszakkal kapcsolatban. Mit tudhatunk erről, és hogyan érhetik el a lakosok ezeket a szórólapokat? A plakátok természetesen kint vannak a frekventált helyeken, és azt hiszem, hogy mindenki által könnyen elérhető, illetve könnyen lehet tájékozódni. Viszont készültek olyan kis szóró anyagok, ahol részletesen megjelenítettük az óvodák programjait. Itt dátumok, időpontok vannak, hiszen öt óvodáról beszélünk, és ezeket is igyekszünk minél több helyen megjelenni. Leníteni illetve biztosítani a lakosság számára. Ezen a szerdai szülértekezleten, illetve megbeszélésen már kapnak a szülők, és természetesen a bölcsődébe, ofotákba is hozzájuthatnak az érdeklődők.